A tokiói magyar olimpiai szereplés sikerességéhez, ahhoz, hogy Magyarország az érmek számában, a nemzetek pontversenyében, 160 ország versengésében változatlanul ott van az első 15-ben, nem csak az érmek, hanem az ahhoz közeli 4., 5., 6. helyek nagyon kellettek. Ezek egyik szerzője a paksi csergáncsozó hölgy, Pup Réka, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy élete első olimpiáján még az első éves felnőttként bronzéremmel térjen haza. Sokan szorítottak még az olimpia első napjaiban, felkelve az ő bronzmeccsére is hajnali órákban, amikor a Vigaszágról érkezve az olasz Giuffridával meccselt az 52 kg-osok mezőnyében az odáig 3 meccset megnyerő és csak egyet vesztő magyar judoka. Csak a hosszabbításban úgynevezett aranyponttal maradt alul óriási csatában, és csúszott le ezzel a dobogóról, és lett az összesítésben 5. Ez akkor fájó volt, ma már a történtek tükrében helyére kerültek a dolgok. Érem az azért sokkal nagyobb dolognak tartom én, mint egy 5. helyet, de ez feletteti, hogy tényleg mindenkitől, de barátoktól, ismerősöktől, rengeteg idegentől, még ma is jövök az utcán, és idegenek leszólítanak, hogy gratulálnak, akiket nem is ismerek, és ez tényleg annyira pozitív, hogy ebből most az idei évre biztosan, de a jövőre nézve is biztos táplálkozni fogok, és ez ad motivációt. Az olaszsal ezt megelőzően eddig egyszer, még tavasszal az Európa-bajnokságon találkozott, sajnos ott is ő nyert. Réka meggyőződése, hogy nem jobb nála összességében, erősebb ellenfeleket győzött le az olimpián is, de olyan egyedi harcmodora van az olasznak, ami mindenkinek feladja a leszkét. Ő ilyen kapkodós judót csinál, és fordul össze-vissza, amiért általában én több intést kapok. Erre kellett figyelni, ez mondjuk úgy gondolom, hogy sikerült is, mert mondjuk az EB-n 3 intéssel kaptam ki, most csak egy volt az aranypontig, ahol igazából eldobott, de úgy gondolom, hogy itt is csak apró dolgokon múlott az egész, hogy most ott egy másodpercre, vagy egy fél másodpercre kihagyott a figyelme, és be tudott fordulni, amiből elestem. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, és lesz ez még jobb is. Amikor mindjárt az elsőre megkapta az előző olimpia Rio bajnokát, benne volt a pakliban, hogy mindjárt véget ér számára az olimpia. De éppen ellenkezőleg, bravúr győzelemmel indított. A hosszabbításban sokáig emlékezetes nagy csatában egy aranypontot érő dobással elbúcsúztatta a címvédőt. Hogyan is? Eléggé kiegyenlített meccs volt, de meglepő módon nem éreztem azt, amit mondjuk úgy előtte éreztem vele, hogy erőből próbál összetörni, hanem egy kicsit ilyen visszafogottabb volt, és szerencsére így sikerült a saját dolgaimat véghez vinni, és szerintem ezért is tudtam ott a végén befejezni a mérkőzést aranypontba. Ő próbált negatív akciót végre vinni rajtam, abba egy kicsit beleállt, így megtorpant, és abból tudtam én egy kis belső gakkéval visszaforgatni egy vezerira, amit ugye visszanéztek a bírók azért, hogy biztos, ami biztos, de végül megadták, úgyhogy nagyon boldog voltam a végén. Jött egy svájci, aki ellen elég volt egy 10 másodpercnyi kihagyás, hogy elmenjen a meccs és Vigaszágra kerüljön. De Réka most is bizonyította azt, amit a korábbi világversenyeken már többször, nagy küzdő, képes innét feljönni. Egy amerikait ipponnal vert, majd megint egy nagy skalppal Ázsia bajnokának egy koreai legyőzésével jutott el a már említett olimpiai bronzmeccsig. Újfent igazolva, neki jobban fekszik az ázsiai stílus, mint általában az európai élversenyzőknek. Hasonló judót csinálok én is, mint az ázsiaiak. Talán annyi a különbség, hogy azért itt Európában még nagyobb hangsúlyt fektetünk a kondicionális edzésekre, és talán még valamivel erősebb vagyok, mint ők, úgy érzem legalábbis, és talán ezért tudom őket így hasonló technikákkal megverni. Plusz még jön a földharc, amire ti Pakson, különösen a Hangyási óta rámentetek. Igen, azért Pakson ez a földharc, ez nagyon divat, hogy nem divat, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az edzők is, Hangyási Laci bácsi és Brón Ákos is nagyon hangsúlyozza a földet, hogy ezzel azért gyorsan véget lehet vetni egy-egy mérkőzésnek. A 24 éves civilben levelezőn testnevelő tanár, a 24 éves civilben testnevelő tanárnak készülő paksi csergáncsozó 2021-ben berobbant a felnőttek között is a nemzetközi élvonalba. A világkupa bronzok, az Európa-bajnokságon elért 3. helyezés ezt hűen visszatükrözte. Az idő tényleg neki dolgozik, egy kicsit még mindenben fejlődhet Pup Réka, aki nagyon esélyes az év magyar női csergáncsozója címre is. Remélhetőleg az elkövetkezendő világversenyeken is úgy szerepel majd, hogy okkal emlegetik őt, mint a következő, a 2024-es Párizsi olimpia egyik magyar éremesélyese.